Minden képviselő feltette a kezét a szavazáskor, jelezve egyetért a költségvetés tervezetével. Bár az elfogadott költségvetésben ma még 4 milliárd 628 millió forintos főösszeg szerepel, az első alkalommal ezen változtatni fog a testület, hiszen időközben 1,5 milliárd forintos fejlesztési támogatást nyert Bonyhád a magyar kormánytól. Az így kialakuló 6,1 milliárdos költségvetés azt jelenti, hogy egy nyugodt, kiegyensúlyozott, fejlesztésekben bővelkedő költségvetéssel vág neki a város az évnek, mondta Filóni Ferenc Ibolya polgármester. A tervezése ugyanolyan metodikával készült, mint az elmúlt években. Ez egy nagyon jól bevált gyakorlata már pénzügyi osztályvezető asszonynak a vezetésével, hogy alulról építkezzünk, valamennyi intézmény, hivatal, az önkormányzat tekintetében minden egyes tényezőt, vagy az előző évihez mérten veszünk figyelembe tényadatok alapján, illetve hát amit az életmódosításokat hoz, például a garantált béreknek a változása alapvető, hogy azoknak a tervezésével is szépen építkezve az összes fejlesztési igényen keresztül, létszámokon keresztül állt össze. A 6,1 milliárdos költségvetésből kétharmadnyi rész, több mint 66% fejlesztésre fog fordítódni 2019-ben. Szerintem bármelyik polgármester itt állna a helyemben, örömmel nyugtázna ezt, hogyha ha lehetősége volna. Soha rosszabbat nem kívánok senkinek, magunknak sem. De természetesen ez amellett van így, hogy az a egyharmadnyi működési rész, ami nagyságrendileg egy 2 milliárdot tesz ki a főösszegből, az egy biztonsággal egyensúlyban lévő megalapozott költségvetést eredményezett. Mind az intézmények, mind az önkormányzat, a városközpont, a hivatal, Bonyhádi közös önkormányzati hivatal tekintetében. A már megnyert források eredményeként idén befejeződik a szennyvíztelep rekonstrukciója, megépül az agrárlogisztikai központ, és a csapadékvízkezelésére szánt beruházás végére is pont kerülhet. Megdupláztuk a tavalyihez képest, nem egészen, 92% mértékben több az idei saját forrásból megvalósulható fejlesztés, ez számszerűen 284 millió forint. És miután egy ekkora nagyságrenddel tudtunk bánni és eldönteni, hogy ezt mire költsük, ezért nagyon sok keretet bővítettünk az idei esztendőben. Bővítettük az intézményi felújítási keretet 9 millióról 30 millióra, bővítettük az utak, járdák, árkok, parkolók keretét, ami az elmúlt években 10 és az árok kerettel kiegészítve 16 millió forintos nagyságrendben volt szokás meghatározni. Ez ehhez képest az idei esztendőben 35 millió forint, tehát ez is több, mint a duplájára növekedett. Aztán lényegesen változott az önkormányzati tulajdonú ingatlanok a felújítására fordítható keretünk, ez is meghaladja a 30 millió forintot, ez az háromszorosa annak, mint amit az elmúlt években ilyen célra tudtunk fordítani. Külön nevesítetten szerepel a költségvetésben a József Attila utca rendbetétele is. Filóni Ferenc Ibolya azt mondta, nem várhatott tovább Bonyhád forgalmas utcájának rendbetétele, ezért döntött a testület amellett, hogy külön költségvetési keretet biztosítanak a beruházásra. Nagyon fontosak a fejlesztések, és tényleg öröm, hogy saját forrásból egyre többet tudunk fordítani a város tovább lépése érdekében, de azt is fontosnak tartom elmondani, hogy egyéb szervezetek, alapítványok kapnak támogatást az önkormányzattól, például a sportszervezeteink 30 millió forintos támogatásra pályázhatnak majd, amely hamarosan pályázati felhívás meg is jelenik a város honlapján. A kollégáimmal előkészítették a rendeletet, elfogadtuk, semmi akadálya nincsen annak, hogy közzé tegyük. A civilek maradtak a 6 milliós nagyságrendnél, de ennek az az oka, hogy alapvetően a CRLD pályázatból megnyert forrásunkból 83 millió forintot fogunk tudni köztük megpályáztatni, mert elsősorban az ő pályázataikat várjuk, és azért az nagyságrendekkel akkora nagy lehetőség, amivel bővülhet az ő büdzséjék az idei, illetve a jövő év esztendőben. És például a Tűzoltó Egyesületnek is 1 millió forinttal több jutott, a polgárőrséget egy magasabb összeggel tudtuk támogatni az idei esztendőben, tehát igyekeztünk nem csak a fejlesztésekbe, hanem az itt élő közösségeknek, szervezeteknek is a támogatást olyan mértékben megállapítani, ami könnyíti az ő munkájukat.